Átéléssel hallgatták a mesét a nyíregyházi Szent Miklós iskola 4. osztályos diákjai. Itt épp a nyíregyházi egyházmegye főhelynöke olvasott fel nekik egy történetet. Mivel 3 gyermeket nevel, van már gyakorlata a meseolvasásban. Náluk ez mindig fontos pontja volt az esti közös programnak. Amikor a gyerekek a mai világban, az interneten keresztül, vagy akár még van, aki még a tévén keresztül, de már az sem annyira jellemző, keresztül látnak történeteket, amiknek a mondani valója nem is olyan komoly egyébként. Nos, ebben a világban egy felkiáltó jelnek lenni, hogy igenis mesét olvasni az egy teljesen más műfaj. Azért, mert akkor a gyerekek előtt nincs ott vizuálisan megjelenítve, hogy hogy néz ki a vasorubába, hanem azt neki meg kell gondolnia, ki kell alakítani a fejében. És ha ezeket a fejében kicsi korától kezdve elkezdi megfesteni magának, akkor ez sokkal kreatívabbá, sokkal gondolkodóbbá teszi. A Magyar Népmese napját 2005 óta minden évben szeptember 30-án Benedek Elek születésnapján tartják. Nyíregyházán is évek óta épül rá rendezvénysorozat. Ennek helyszíne ebben az évben a Vasutas Művelődési Házban kialakított népmese pont volt. A program üzenete, hogy a szülőknek, nagyszülőknek érzelmileg is kötődniük kell a gyerekekhez, ami a meseolvasáson saját történetek kitalálásán keresztül is megvalósul. Egy biztos, hogy a népmesékben mindig van jó és rossz, meg gonosz és csúf. Én úgy gondolom, hogy a jó népmese receptje pontosan az, hogy mindegyikben van egy hatalmas nagy tanulság, és ez, hogyha a gyerek rádöbben a népmesek hallgatása vagy olvasása közben, hogy van tanulság, felnőttként tudja ezeket legjobban kamatoztatni. A jól ismert dallammal kezdődött az újabb történet. Egy erdő festett képe előtt karfás székben olvasta fel a mesét a megyei közgyűlés elnöke. 3 napos mennyegzőt tartottak, és még ma is élnek, ha meg nem haltak. Köszönöm szépen a figyelmet! Tapssal jutalmazták a mesét a kisiskolások. Sesták Oszkár is azt hangsúlyozta, többletjelentése tanulsága van a népmeséknek, amelyek ráadásul nem csak szórakoztatnak, a személyiség fejlődésben is segítenek. Több generáción kiérlelt tapasztalatok, bölcsességek vannak benne, akár tréfás formában, akár komolyabban, de a népmese igazán az, ami a tapasztalat szűrőjén átment, nem pedig azok a műmesék, amelyek nagyon látványosak, nagyon szórakoztatóak, de pusztán csak szórakoztatóak. Azok gyorsan el is felejtődnek. A népmese sokkal mélyebb rétegeket ragad meg az ember lelkében, tehát ez azért fontos. Különösképpen a népmese hallgatás, népmese olvasás, és hát mi más, hogyha nem a magyar népmese. A gyerekeknek egytől egyig tetszettek a hallottak. Megkóstolta a kenyeret, és nagyon tetszett neki. Nekem az a sztori nagyon tetszett. Ezt az egy mesét hallottátok, vagy esetleg mást is? Többet is hallottunk, népmeséket hallgatunk. Nekem mind nagyon tetszett. Eleve nagyon szeretem a meséket, meg úgy a népmeséket is. És örülök neki, hogy ilyen felolvasásoknak. Inkább olvasni szoktam én is, meg olvasni nekem is. Hát mondjuk azt inkább régebben. Tévében nem nagyon szoktam őket már nézni, de sok szoktam azért velük találkozni, és nagyon jók. Nem csak meséket hallgattak az iskolások, kézműves foglalkozáson is részt vettek. Itt épp éneklés közben tarisznyát készítettek a hamuba sült pogácsa számára. Különféle népi játékokat és hangszereket is kipróbálhattak csütörtökön, a város 7 iskolájából érkezett nebulók.